Bár az első komolyabb havazás nem érte váratlanul az autósokat, a csúszós utak mégis többeket megtréfáltak kedden reggel. Rövid idő alatt két baleset is történt az M5-ös autópályán 8:30 és 8:30 között. A délelőtti órákban stábunk is a helyszínen tartózkodott. Több baleset is történt az M5-ös autópályán. Személyi sérülés szerencsére nem történt, viszont 6 darab gépjármű, illetve egy kamion is érintett a balesetekben, amelyeknek oka egyértelműen a csúszós út és a hóesés volt. Jelenleg is tart a műszaki mentés, és komolyabb torlódások is kialakultak több szakaszon az M5-ös 61-es és 63-as kilométerei között, mind a Pest felé, mind pedig a Szeged felé tartó irányba. A szakemberek óvatosságra intenek, bár azt is kijelenthetjük nyugodtan, hogy bármilyen óvatosság mellett is megtörténhet a baj. Szerencsére ezúttal csak anyagi káros balesetekről számolhatunk be. Több személyautó sodrodott szalagkorlátnak, vagy rohant bele az előtte balesetet szenvedőkbe. Az autópályán egy kamion is szalagkorlátnak ütközött. A baleseteknek köszönhetően több kilométeres kocsisor alakult ki az M5-ösön. De nem csak az autópályán okozott gondot a hirtelen érkezett havazás. Lesodródott a havas csúszós úttestről, és az útmenti árokba borult egy autókat szállító kamion Dunaföldvár közelében. A közvetlen a gyárból érkező Mercedes személyautókat szállító tréler egy körforgalom előtt eddig ismeretlen okból lehajtott az útról, és a több méter mély vízelvezető árokban az oldalára fordult. Mind a 8 luxusautó megsérült a balesetben. Az esethez a Solti Katasztrófa Védelmi Őrs hivatásos tűzoltói és a Dunaföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járművet és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Személyi sérülés nem történt, de akár itt is jelentős volt. Bács-Kiskun megye útjain és Kecskeméten egyéb komolyabb baleset nem történt, ám számos kisebb koccanás keserítette a közlekedők életét, annak ellenére, hogy főleg a reggeli órákban lépésben haladtak csak az autósorok.